Na mehet a tipp, hogy kibékültek-e? Nem tudom. Hallod? Akkor kívül, hogy itt van az lehet, hogy lehet, hogy ez az buli. Nagyon jó. Hello! Úristen. Fiúk. Dominik, hol van Bence? Dominik. Hát ez szegít, hogy itt csókolom. Csókolom. Figyeljetek már ide. Melyik etikett szerint használjátok a bulit? Egy férfi lent, vagy fölhajtva hagyja a kávát? De tudjátok, ennek két dolga van. Hát ezt le kell hajtani. Hát de várjál, ha lehajtod a kávát, az azt jelenti, hogy nincs jelezve a hölgynek, hogy nem pisilted le. De ha fel van hajtva, akkor jelezve van, hogy férfi járt benne, és nem pisilte le. De ez nem is fontos, a kulcsom a fontos. Nem látátok valakul? Hát nem. Mi most jöttünk, és itt látom, hogy káosz. Hol van Bence? Mi történt tegnap este? Azt én nem tudom, baszki. Valaki elvitte a kocsimat. Dominik! Dominik, kelljen nem már fel, az Isten áldjon meg! Hozzá? Az nem a kulcs egyébként. Kis köcsök! Téged ismerlek a múltkor. Ez hogy került hozzád, öcsém? Ez hogy került hozzád? Azt a Ez hogy került hozzád? Hogy kell? Egy kérdés. Hogy került hozzád? Megint elhívjátok, bocsánat. Ez kicsit amúgy tetszett. Mi? Hogy elvitted a kocsit? Megyek, b***. Mi történik itt, és mi történik? Másodszor megtörténik velem. Ha baja van, kinyugasztalak. Azt tudjad. Ezért kapni fogunk. Vagy legalábbis, de biztos. Hol van Bence? Hol van Bence? Dominik, ezt megkaptad. Hát ezt amúgy tényleg megkaptam. Te emlékszel amúgy, hogy mi a fene történt tegnap? Vagy így csak kérdem, hogy mire emlékszel? Mert ami itt van, az katasztrófa. Elmondom neked, hogy mostanában, ha részeg vagyok, ugye azt tudni kell, és ti már biztos tudjátok, nem, te nem, hogy sose vagyok másnapos. Viszont mostanában egyre kevésebb dologra emlékszek, és ez most pontosan olyan.
Hogy amúgy tök jól vagyok, de hogy úgy... Kanapéval mi történt? Na lássuk, melyik jött. Veled mi van? Hallod? Jól vagy? Hát, elég nyomorultul nézel ki. Most ez ott ki az a forma, a kocsiból. Milyen forma? A vég rácsapott a seggemre. Nekem az rácsapott a seggemre. De mit keresél a kocsiba? Ne, mit keresél a kocsiba? Kezdj nem azzal. Tudom. Nem, fogalmam nincs, hol volt? Honnan szedtél? Levittél egy takarót is, nem hiszem el. Szerintem pont az én takaróval. Jó reggelt! Hellóka! Hogy érezzük magunkat? Fáj a fej, mi? Hát az fájhat is. Tudod, mikor fájhat még jobban? Most, hogy én ezt odaadom annak, amelyiknek van szabad keze, tessék, igen. Tehát gyere, fogd meg szépen az egy kis kezet. Nyújtam. És akkor a telefonoddal együtt induljunk el, ti meg rakjatok itt olyan szép rendet, mire visszajövünk, hogy fel se lehessen ismerni a lakást. Oké, okay, Isten veled, vagy buszi! Fáj a fejem. Na. Most nem lesz ki megmaszírozza. Mi a szar történt a múlt? Itt vagyunk a srácokkal. Nyomjatok el like-ot. Na, várjál, most én iratkozz fel. Szóval. Nyomd be a csengőt. Igen, mond. Akkor... Igen? Mond, Dominik. Ez az új kamerád? Kipróbálod? Jaj, nagyon jó. Ez az új kamerád? Mennyi az idő rajta megtanulni? Hámala, óvala. Én kezdem. Kezdjen. Úgy ébresztettek, hogy rácsaptak a seggemre. És csak mosolyogni tudok rá. Ki csapott rá a seggem? Attila. Ja, Attilának hívják ezt a formát a kocsival. De miért csapott rá a seggedre? Van valamilyen fétise, nem tudom. Én mi a fenét kerestem egy kocsiba a parkolóházba itt lent? Az volt, emlékszem, hogy ugye elmentünk vele kajálni, és elkezdtünk inni. Igen, az még megvan, de ott se tudtam már, hogy ki ő. És akkor ugye sztorizgattam neked, hogy elloptuk a Ferrarit annó. Jézusom. Elloptuk a kocsiját, én meg abban aludtam. Igen. Hát, és megismételtük ezt az egészet. Vagy volt az első évadban volt egy ilyen sztorink, hogy el kellett lopni a Ferrarit, és akkor most úgy gondoltuk, hogy milyen poén lenne, hogyha most így tényleg. Hát előzőben úgyis csak tolni kellett, gondoltad, mi ennél nagyobb büntetés mi lehet? Én nem tudom, én még arra emlékszem, hogy megyünk valahol a kocsival, de az nem volt meg, hogy én azt hittem, hogy te Hondáddal vagyunk. Nem. De az mit csinál? Neked már... Kirángatott a kocsiból. Nem mondod. De hallod, rendesen nem de volt rajtam cipő. Az első évadban mondta nekem, hogy ne húgyoztok bele a jacuzziba. Tippel kicsi rádom. Tényleg? Vele húgyoztál. Ja. De hát rá is jött, mert kék lett a víz. Bekékült a víz. Most be tud kékülni. Hát hogyne, van ilyen vegyszer benne. Igazából csak amiről én úgy terveztem, hogy beszélek nektek egy kicsit, azaz az egész Budapest belépés, meg hogy tag lettem, meg minden, én nekem nagyon konkrétan egy ilyen gyerekkori álmom vált valóra, vagy hogy mondjam, mert mindig is szerettem volna egy olyan csapatot, akik önszántukból szeretnek engem, és vesznek be, és ugyanis azt éreztetik velem, hogy ott a helyem is, és teljesen be tudok illeszkedni, mert nekem régen mindig voltak ilyen beilleszkedési problémáim, hogy soha nem tudtam egy csapatban megmaradni, vagy klikkesedés lett a végén, vagy bármi, és amikor a Bencék igazából így beközölték, vagy jelentették, vagy igazából a frászt rám hozták, de amikor megtudtam, hogy én is a tagja lettem, és bevettek, mindenféle előbeszélgetés, meg megjátszás nélkül, szerintem lesokkoltam, mert nem is tudtam mit reagálni rá. És azóta én nagyon örülök, hogy ennek az egésznek a részese lehetek, és kölyök szerintem én összeköltöznék velük évekre is, hogyha lehetne, mert nagyon jó ez az egész csapat feeling, ez az a sok hülyéskedés meg minden. Mondjuk a tegnapi bulit azt így kihagyhatták volna, vagy egy kicsit visszavehettek volna, de ezek is olyan szép emlékek lesznek, hogy majd egy év múlva már csak röhögve fogunk visszaemlékezni emlékezni erre az egészre. És remélem, hogy tényleg egy olyan barátságba sikerült belebotlanom mindenkivel, ami jó sokáig fog tartani. És remélem, hogy ti is örültök neki, hogy benne lehetek. Lehet, hogy vannak, akik még kételyekkel állnak hozzám, de én azon vagyok, leszek, hogy meg tudjam változtatni azoknak az embereknek is a véleményét, és mindenkinek
el tudjam nyerni a tetszését, legalább egy kicsit is, és azért annyira nem utáljátok azt, hogy én is ebbe az egészbe benne vagyok. Azt hiszem, hogy te ott aludtál benne, hazajöttünk. De miért nem jöttem ide föl? Nem volt hely, vagy nem? Nem tudom, biztos, volt hely, hát 3-4 darab hálószoba van. De én azt nem értem, hogy miért van ilyen rendetlenség. Tehát olyan, mintha verekedtek. Na oda. Miért? Általában buli után mi szól? Mondj már egy olyan bulit, amikor felkedés. De rendben. De nem, de miért van felború a kanapé, meg ilyenek? Fotel. Szerintem ez a legkisebb meglepetés. Nekem az is durva, hogy a Szabi az egy kocsiba aludt. Szerintem mi zártunk be téged a kocsiba? Hát Dominiknál volt elvileg a kulcs. Szerintem nem volt zárva. Hát ezt mondom, Dominiknál volt a kulcs, tehát... Na mi? Akkor miért volt nálam takaró meg párna? Hát annyi eszed még volt, hogy így. Szerintem kitaláltuk, hogy ott fogsz aludni, mert milyen kényelmes az autó, és levittük a takarót meg a párnát. Hogy ez ilyen tipik másnaposak, és meg kell nézni a telót, hogy van-e valami felhőben. Nem tudom, mintha meg kéne. Na ide figyelj, Bence, meg nem is tudom, hogy minek nem vezelek. 6 hónapja nem köcsögöztem le embert, meg te voltál az utolsó, de most megint meg kell tennem. Elviszlek benneteket egy bulira, meghívlak vacsorázni, VIP vagy a bulin, a legjobb csajok sündörögnek körülötted, és ezek után van pofátok megint meglovasítani az autómat? Hát fiam, a büntetések gondolkozok, nem most, majd mikor nem várod. Legyen egy nagyon szar napot. Márjatok. Tényleg viccán kívül, poén nélkül amúgy. Örülök, hogy kibékültünk, Bence, tényleg. Én is. Meg örülök, hogy a Dominik ezt összehozta. A Dominik azóta sem nőtt semmit észrevesz. Igen, a Dominik megy össze. Tehát, a Dominik megy össze. Hallod, Szabi? Azt látom rajta, hogy a Timi az neked imponál egy picit. Mi? Bejön a Timi? Most ezt így pont így bekérdezitek ebből az este elején? Aha. Nem tudom. Nem, srácok, inkább azt mondom, hogy lépjünk be a városba, ahol. Menjünk. Jó vagy? Igen. Na. Hát a buli. Hova menjünk? Ajánljunk meg így úgy. Menjünk, sétáljunk, és amit hoz az este, az lesz. Jó. De okosan, én nem akarok másnapos lenni volna. Én sem. De én meg sose vagyok másnapos, úgyhogy... Igen, ezt mondjuk én sem értem, hogy... Meg ugye... Én nem tudom, hogy 2 hónap nem ittem alkoholt, úgyhogy... Hát én vagy egy fél éve, vagy egy éve. Most az jó lesz. Nem baj. Meg mi van veled? Nem tudom, ez most nagyon rossz. Azért régen jobban csináltuk, ez most nagyon gagyi. Mit? Bon appetit. Na, menjünk ki a városba. Mit? Ja, nem is ittunk. Hogy csináltuk volna? Kelj már fel. Jó reggelt! Halóka? Igen. Fent vagy? Nem. Csak unatkozok, úgyhogy gondoltam felhívlak. Mondjuk felkelhetnél, megnézhetnéd az új videómat, vagy valami. Ne hívj azért, mert te unatkozol. Nem szeretnéd elmesélni, mi történt tegnap? Hát elmesélni el szeretném, de nem emlékszem. Néztél már a telefonod galériájába azóta? Nem merek. Idáig visszafeküdtem, teljesen szét vagyok. Nem és nem tagadásban élek. Jaj, de Timi, miért hívsz be? Hát mondom. Pakolok cuccokat, mindjárt megyek vissza, csak egy kicsit unatkoztam. Hát ez nem ja, meg megragadtam a kamerámat, és gondoltam vlogba kezdek, mert ti használhatatlanok vagytok. Hát ez nagyon szuper. Örülök, hogy így kiállsz a csapatért, és amikor mi haldoklunk, te próbálsz valamit menteni. Mit szólnál, hogyha csinálnál egy kávét, mire visszaérek? Kinek? Nekem. Nagyon el vagy tévedve itt a dolgokkal, Timi. Na jó, akkor visszak én egyet.
Ez lehet, hogy jobb. Ez lehet, hogy jobb. Mit röhögsz? Teljesen szét vagyok. Megyek a top menedzser, ne is vetkőzz le, egyből megyünk tova. Nem is érdekel, hogy hol megyünk? Már megszoktam, hogy soha zseniális tervet eszeltünk ki. Nézd meg, szóljál a Dracula grófnak is. Én. Elindultunk, van egy meglepetésünk Bálintnak. Amiről egyébként semmit nem sejt még, de nagyon izgatottak vagyunk. A dologgal kapcsolatban Bálint, tippek, hogy mi lehet a kis meglepetésünk? Gyere már be, mit csinálsz? Blokk. Mi a meglepetésünk Bálint, mit tippelsz? Jaj, remélem, mert prankeltétek az autót. Nem prankeltük meg az autót. Van rajta 3000 cetli? 2400 volt, ezeket a számokat te tudod nézni. Ja, neked kéne tudni a számokat. Hülye gyerek! Fuáj, de mi volt? Megpuszilt! De hát ez csak a szeretet. A szeretet ünnep egy de az a baj, hogy én is így nyúltam, tudod, hogy adok neki egy puszit, de... És összeért volna a száj. Tényleg így... No! Hallom? De figyelj már, miért basz meg kétszer? De nem baszhat meg kétszer, hát itt büntetett meg, itt álltam. Hát igen. De ezt most komolyan megkérdem, hát de ember. Bári, ünnepek vannak. Végül. Megjött a Mikulás. Hoppa, gyerek. Várjál, figyeljed! Hát ugye vár, kiseprű. Kezicsókolom, Németh Bálint vagyok. Szeretnék érdeklődni az a kapcsolatban, hogy az Akácfában kaptam ma egy bírságot, és utána kaptam még egyet ugyanide. Hogy ez hogy működik, hogyha egyszer megbüntetnek, akkor tehát egy nap többször is meg tudnak büntetni ugyanazon a helyen? Hát csak abban az esetben, ha helyváltoztatás történik, de akármennyi. Tehát egyik oldalon a másikra, vagy egy helyen előrébb, odébb állt, tehát ha helyváltoztatás... Aha, mert hogy pontosan ennyi történt, hogy hátrébb gurultam egyel. Hát akkor ez pont elegendő arra, igen, az egy másik helyszín, tehát ahányszor helyváltoztatás történik, azt mindannyiszor podíjazhatom. És egy métert lesz. Nagyon kedves. Jó, hát akkor köszönöm szépen a Mikulás ajándékot. Minden jót, viszont ha lesz. Csókolom. Szívesen! De hogy egyébként, hát igen, akár csak egy centit elgurul fiatalember, az már újra, úgyhogy a mai Bálint, forgatás az... Ez a törvény, tehát... fogadd el, baszki, nem vettél egyet, te Na jó, gyerekek! Nem értjük a helyzetet, mi? Ez volt a meglepetés, hát! Mi raktuk oda? Amúgy nem. Na, mondom a címet, megyünk és veszünk egy papagájt. Me?